15 éve kitaláltuk, hogy egy ilyen ki mit tudott, ilyen ifjúsági ki mit tud, szervezünk, ahol bemutatják a tudásukat, ez ki mit tud, az azt jelenti, hogy vers, ének, tánc, bármi, aki tud, sőt zene, aki tud gitározni, vagy harmonikázni, ilyesmi, és kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen, hát gyereknap tulajdonképpen, de közben még rajzpályázatot is, amit láttuk, ott van, rajzversenyt is hirdettünk, hogy ilyen kis tehetségesebb gyerekeket felfedezünk. Nagyon sok gyereket felfedeztem, mondjuk, aki mit tudom, aki szépen énekelt, és akkor azt már igyekeztem így behozni ide a kultúrházba, hogy jöjjön a működvelő csoportunkba, mivel a működvelő csoportunk is működik 3-4, mikor, hogy mennyi csoportba, ez már az első osztálytól kezdjük, sőt már az óvodáskorba is áthordják hozzánk, úgyhogy 4 csoportban működünk, most is a mai napig körülbelül olyan 25-30-30, itt olyan változó, mikor mennyi a gyerek létszám. Általában járunk az iskolába, elmegyünk oda a napközisekhez, a kicsikhez, hogy ne kelljen ma idefel a kultúrázba, de mondjuk a rendezvények, hát minden nagyobb rendezvényt megtartunk. Karácsony, anyák napja, újévi, márciusi ünnepek, szóval minden farsangot, táncházakat szervezünk itt a gyerekeknek, úgyhogy mindenféle programot igyekszünk mindig újat bemutatni. Az elején még ez a kimit tud olyan kicsibe indult, csak éppen a saját a táncsoportunkban együtt csináltuk egy ilyen kimit tudat, és aztán egy évről évre bekapcsolódott a KNK, Sín József, nagyon sokat segítő volt az, aki legelőször is elejtő szponzorálja ezeket a rendezvényeket, a KNK-hez, úgyhogy így lassan-lassan így felfejlődött, aztán már hívtunk ugye a szomszéd falvakból, akik minket hívtak fellépni, mi azt visszahívjuk ide fellépni, meg a fotball csapat szintén úgy van, hogy ilyen barátságos foci mérkőzés mindig is volt az elejétől fogva, úgyhogy most is van a mai mérkőzésen, azt hiszem 5 csapat volt, akik megmérkőztek. A fellépők közül pedig most a kaszonyokat hívtuk meg, a beregszásziakat, és a saját, a mi gyerekeink lépnek fel. Azért élünk, hogy a jövendő nemzedék számára lehetőséget teremtsük, és ilyen tehetség, az nagyon fontos, hogy sport, zene, tánc. Jenikő Endre többet tud, hiszen nagyon sokat tett a néptánc fejlődéséért Kárpátalján, és most látjuk azt, hogy itt is kiváló együttesek vannak. Tehát Jenikő már nem először van itt, és nem csak vendégként, hanem résztvevőként, vagy talán szervezőként? Hát inkább résztvevőt mondanék, nagyon évente járunk ide táncházat tartani az itteni helyi közösségeknek, és örömmel tapasztaljuk azt, hogy rengeteg tehetséges gyermek van, úgyhogy nagyon nagy lehetőségnek tartom, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által ilyen programok vannak Kárpátalján, amely azt segíti elő, hogy felfedezhetjük a tehetséges kárpátai gyerekeket. Sikerült már itt felfedezni valakit, aki benne van már a csapatban, a tánccsoportban? Hát például a Sodor Együttes harmonikása az Dédai Halász Bertalan, úgyhogy igen. Elnök úr, foci is volt, és ön jelezte, hogy van bejelenteni valója is. Mutassuk meg, hogy vagyunk. Mutassuk meg, hogy vagyunk.